Ez egy e-mail, igaz, amit ráadásul a tabletemen írok. De a lovaglást kipróbálni akkor is sokkal izgalmasabb, mint tesztelni egy új videójátékot. Az erdő lett a kedvenc influencerem. Minden nap új videót tölt fel, és állandóan élőzik. Itt minden élőben megy. Tudod, mekkora nézettsége van a naplementének? Vagy a teli holdnak? Vagy a csillagmagokkal teliszort égnek, amit hajnalra felcsipeget a fiastyúk sárga és pejhes csibéivel? Hogy hányan hallgatták már meg a fekete rigó dalát? Vagy a tücsökét? A lejátszási listákon vernék a legfelkapottabb előadókat. Különben az erdő egy egész zenei fesztivál, ahol a legnagyobb sztárok lépnek fel, és a karszalagunk fűszálból készült. A Rigó egy popénekes, a Poszát a híres rapper, a Hollók egy metalbanda tagjai, death metalt játszanak természetesen. A Balkáni Gerle folk, a Barázda billegető meg trance, tök magas BPM-mel. Minden nap őket streamelem. Mióta az erdei vándortáborban vagyok, valódi, szétfosztó és újra összeálló felhőkben tárolunk mindent, nem az internet gigabyte felhőiben. Az álmainkat, a vágyainkat, az emlékeinket, a múltunkat, és nagyon remélem, hogy a jövőnket is. Mert az a baj, hogy a természet tűzfalát az embereknek sikerült feltörniük a környezetszennyezéssel. És azért van most állítólag annyi tűz a világban, meg annyi víz. Különben tudod, mi volt az igazi selfie? Amit az a hajnalító készített rólam, amikor föléhajoltam, hogy megmossam benne az arcomat.